Az ünnepek után sokan tartanak a hosszú, végeláthatatlan soroktól a határátkelő helyeken. A Horgos-Röszke autópálya átkelőnél még vasárnap dél körül is gyorsan haladt a forgalom. Renyedimből jöttem, és fél órát várok a határon, szerintem. Annyi lesz, nem lesz több. Mit gondol, hogy ez mennyire pozitív, illetve mennyi szokott lenni általában itt a várakozási idő? Változó, ez egy órában. 10 perc, másik órában van egy óra. Nincs egy dobro, sve za sebe, da vidite tako brže, to je super. Nije da se štika početili sabat, sve da sada je puno. A Horgos-Röszke autópálya szakaszon három kapun engedik át az autósokat. Az emberek elmondása szerint a hosszú sorok ellenére zökkenőmentes és gyors az átkelés. A leghosszabb várakozási idő 40 perc. A Kelebiánál található átkelőhelynél még ennél is könnyebben átjuthattak az autósok Magyarországra. A Tompa-Kelebia közúti határátkelőhely szinte teljesen üres, csak pár autó várakozik arra, hogy átkelhessen, de ők is gyorsan, könnyedén, percek alatt átjutnak a szerb oldalon. Az átkelőhelyek közül a legkönnyebben járható a Gyála-Tisza-sziget, valamint a Bajmok-Bácsalmás volt vasárnap délelőtt. Az illetékesek szerint azonban mindenki, mielőtt útnak indul, tájékozódjon a határhelyzetről.